A rómaiak fürdő kultúrájára világított rá Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója, a Tisztaság, félegészség, fürdők a római korban című előadásában szeptember 18-án. Az előadás mellett ugyanezen a napon a Komáromi Klapka György Múzeum és az LTBTK Régészettudományi Intézete nyílt nap keretében mutatta be az érdeklődőknek Szőnyben a stadionúton a 2021-ben feltárt római kori katonai fürdőt. Az adatok szerint magában Rómában a Krisztus előtti első században, első század végén már több mint 100, közel 200 úgynevezett balnea van. Ezek a balneák azok a közfürdők, amelyek ilyen bérházak alaksorában vannak, néhány helyiségből állnak, hideg, langyos, melegvizes medencék, egy kis öltözőből is ide járnak le a rómaiak, akik ugye bérházakban laknak, vagy kisebb épületekben laknak, ahol nincsen fürdőszoba. Ide járnak le a napi tisztálkodási dolgokat megcsinálni, tehát mit tudom én, itt mosakodnak, hajat mosnak, kozmetikáznak is, tehát kiszedik a szemöldöküket, az orrszőrzetüket, a fülszőrzetüket, epilálnak, hogyha éppen arról van szó, ugyanis a rómaiaknál egészen a Hadrianus császár idejéig divatja van annak, hogy lehetőleg a teljes testszőrzetet férfiaknál és nőknél egyaránt elteljesszék. Ezek azonban még kisebb fürdők, de közfürdők, melyeket konduktorok, azaz bérlők tartanak fent. Ide nagyon alacsony belépődíj ellenében bárki bemehetett. Ugyanakkor az első század végén, Krisztus előtt 27 körül Agrippa, híres szónok és politikus létrehozott egy önálló építményt, egy magánfürdőt, amelyet 19-ben nyitott meg. Ugyanis a fürdőt ellátó vízvezeték ekkor készült el, ami 8 mérföldről, körülbelül 12 kilométerről hozta Rómába a fürdőbe a vizet. Halálával a római népnek adományozta a hatalmas fürdőt, melyben egy körülbelül 10 000 négyzetméter alaprajzon már egyéb közösségi célú helységek is voltak. A császároknak nagyon megtetszett az ötlet, innentől kezdve minden császár a közjavára épített fürdőt, ahova szintén fillérekért lehetett bemenni bárkinek. Ezek a fürdők már nem csak az alapvető tisztálkodási lehetőséget teremtették meg a rómaiak számára, hanem egyfajta közösségi terek lettek. Ezekben a nagy fürdőkben már kinti nagy úszómedencék is voltak, Néró császár például múzeumot, de volt olyan császár, aki könyvtárat, vendéglőt épített saját fürdőjébe. Gyakorlatilag ez a fajta fürdőkultúra az egész római birodalomban elterjedt, ha nem is olyan nagy léptekben, mint a római nagy császári fürdők, de minden egyes római városban, városnak megvan a maga fürdője, egy fürdői, például Aquincumban, tudjuk, hogy minden inzulának vagy lakónegyednek van egy külön fürdője a polgárvárosban. Itt Brigációban, a katonavárosban, ugye 2014-ben a gátépítés során találtunk, vagy tártunk fel egy fürdőt, ahol a katonák, a katonavárosban lakó katonáknak a családtagjai, és hát nyilván maguk a katonák is, akik a családtagjaikat mondjuk látogatták, használhatták. Idén pedig itt a legiótábor területén tártunk fel a tábornak a fürdőjét. A kisebb táborokban, lásd például Észak-Komárom melletti Izsa-Leányváron a kelemanciai tábor, ami egy kisebb 113x113 méter alapterületű, és a brigéciói legiós tábornak egy ilyen előretolt helyőrségeként funkcionált, ott is tártak fel tábort, itt viszont egy 540x430 méter alapterületű légiós táborban vannak, és itt idén tártuk fel a katonai fürdőnek egy részletét. Talajradaros mérések alapján kezdtünk el dolgozni. A mérésekből tudjuk, hogy egy közel 5000 négyzetméter alapterületű fürdőről van szó, ebből mi most idén kb. 650 négyzetmétert tártunk fel. A tisztaság nyilván egészséges, erre törekedtek a rómaiak is, de azért ezekben a fürdőkben, fürdőknek ismerték a gyógyerejét is bizonyos termálfürdőkre vonatkoztatva, és ezekbe a vizekbe azért betegek is fürödtek. És hát együtt az egészségesekkel. Hadrianus császár az, aki valamit már kap is gál, nyilván az orvosai nyomására, és parancsba adja, hogy a fürdőkben külön időpontban menjenek az egészségesek és külön a betegek, de a kettő között nincs vízcsere, tehát ezért a baktériumok tenyésznek, és hát bizony, ha valaki elmegy a fürdőbe, akkor jó esélye van arra, hogy bizony beteg is lesz, tehát ezért a kérdőjel, hogy tisztaság, fél egészség. A nők és a férfiak külön fürdőépületben, illetve
illetve külön időpontban fürödtek. És a fürdés az mesztelenül zajlott, a férfiak esetében egészen biztosan, a nők esetében lehet, hogy egy ilyen bikiniszerűséget használtak, vagy felvettek, de ezt csak onnan tudjuk, vagy sejtjük, hogy egy szicíliai villának az ábrázolásából, ahol nők labdajátékot játszottak, tehát ebből az nem tudjuk, hogy sportoláshoz vették-e fel ezt a kis bikiniszerűséget, vagy magához a fürdéshez is, de minden esetre, ha valaki fürdőbe ment, akkor fürdőruhát ne vigyen maga, nem vitt magával, vagy nem kellett magával vinni, ellenben papucsot magával kellett vinni, hiszen a forró és a langyos vizes helyiségeket ugye padlófűtéssel fűtötték, és bizony a padló, főleg a forró vizesnél igen forró volt, tehát odaéghetett, megéghetett az embernek a lába, és amit még tanácsos volt magával vinni, az egy rabszolga, vagy ott a fürdőben bérelni egy rabszolgát, aki vigyáz a ruhájára. A fürdőkben nagyon közvetlen hangulat uralkodott, ahova a császár is gyakran ellátogatott. Hadrianus császárral esett meg az az eset, hogy ment a fürdőbe, és ott látta, hogy az egyik régi katonája, már veteránus, tehát kiszolgált katona, de évekig szolgált együtt vele, áll a fürdőnek a falánál, és a hátát vakarja a falba. És majd megy hozzá, hát te barátom, hát miért vakarod a hátadat a falba, fallal, miért nem a rabszolgád vakarja? És mondja, hát nekem nincs annyi nyugdíjam, hogy megengedhetnék magnak egy rabszolgát, és akkor császár nagyon elszégyelte magát, mert tényleg évtizedekig, hát azért egy légiós katona 25 évet szolgál minimum. Tehát azért ennyi idő után nincs annyi nyugdíja, hogy megengedhessen magának egy rabszolgát. Hát adott neki egy rabszolgát, és még pénzt is, hogy el tudja ellátni, hogy el tudja látni a rabszolgáját. Legközelebb megy a császár a fürdőbe, mit lát? Egy csomó római polgár dörzsöli a hátát a falba, mondván, hogy vakarja. És hát a császárt sem ejtették a feje lágyára, úgyhogy közölte többiekkel, na most már vagytok elegen, vakarjátok egymás hátát.